Sziasztok! Az elmúlt hónapok során nagyon-nagyon sok terméket használtam el. Lesz itt millió smink, kozmetikum, úgyhogy ha kíváncsiak vagytok rá, miket használtam el az elmúlt időszakban, maradjatok velem. Használtam 3 darab iszonyatos fürdőt. Ezt a Pearl nevűt általában újra veszem, valamiért nekem bejött az illata. Ezeket azért is szeretem, mert green tusfürdők, tehát nem szárítanak, meg tényleg pár száz forintba kerülnek. Tehát ez általában újravevős. Ez az orchidea vanília kombó annyira nekem nem jött be, de azért elhasználtam. Ami viszont nagyon elnyelte a tetszésem, ez a Berry Lab, ez egy nagyon finom, igazi nyári, gyümölcsös illatú tusfürdő volt. Lefogyott ez a 750 ml-es baba habfürdő is, az illatába beleszerettem, bár bevallom, néhány naponta váltottam, mert azért egy málna rózsafa illatról van szó, nagyon édes, picit émeítő, meg számomra túl sok mindennapi használatra, úgyhogy néha-néha hozzányúltam, de végül is elhasználtuk. Tusfürdők általában megtalálhatóak az otthonunkban, nagyon szeretem, mert iszonyat krémesek, nem szerítják a bőrömet, főleg télen szeretem őket használni. Egy olyan verzióval megint elfogyott belőle. Elfogyott 2 darab pálmaolív tusi is. Azt gondoltam, amikor megláttam, hogy a dinnyi is az nálam nagyon nagy kedvenc lesz. Ahhoz képest elhasználtam, de nem hiszem, hogy újra venném, mert ez az igazi mű dinnye illat, ami nekem annyira nem volt bejövős. Viszont ez a szeder illető, ez nagyon elnyerte a tetszésemet. Nem tudom, ezek a Smooth kollekcióból vannak, hogy beszerezhetőek-e még. Hogyha igen, akkor ezt mindenféleképpen újra veszem. Tavalyi néve adventi kalendárium tartalmát képezte egy intim lemosó utazó kiszerelésben. Nekem az annyira bejött, hogy úgy gondoltam, hogy megveszem a nagyobb verzióját is. Meg is történt, el is használtam. Bejött, nem szerít, nem érít el, semmi gondom nem volt vele, úgyhogy azóta újra is vettem. Használtam 3 darab Rexona izadásgátló sprét is. Ezt a Rossmanban fedeztem föl. Tehát nem is tudtam, hogy vannak ezek az XL-es verziók is. Ez 200 mini. Oda van elrejtve a 150 ml-es rezodorok között. Valami 1-200 forint különbség van, úgyhogy szerintem árértékarányban sokkal jobban megéri. Legyetek figyelmesek, és keresétek az XL-es verziót, ha ti is kedvelitek a Rexona dezodorokat. Nagyon sok éve már az X-Appeal-es intim tőlőkendőit vásárolom, ezeknek is eléggé felment az áruk, valami 6-650 forintba kerülnek, általában mindig 4-5 darabot veszek egyszerre, és akkor, amikor elfogy újra, most csak egyet tartottam meg, hogy meg tudjam nektek mutatni, de elég sokat elhasználok ezekből is. És akkor rá is terek a hajápolásra, elfogyott egy Gliss Supreme Length a samponom is. Nem emlékszem rá, mert van egy másik rózsaszín, aztán a ragyogásfokozó, de szerintem ez volt az, ami szállított a hajam. Ezt annyira nem kedveltem, pedig nagyon szeretem a Gliss termékeket, de ez valamiért nem volt kivékülve a hajammal. Elég is szárított, és nehezen kezelhetővé vált tőle, úgyhogy ezt nem szeretném újra venni. Viszont nagyon szeretek, és már nagyon sokszor újra vásároltam, ez a regeneráló ápoló sauma kókusz illetű hajsamponja. Ebből elhasználtam egy 400 ml-es verziót, illetve ezt a hatalmas 750 ml-set is. Ez azért is jó választás, mert pumpás adagolóval van ellátva. A sauma termékei szerintem nagyon-nagyon jó árban vannak, és elég jó a minőségük, legalábbis az én hajam nagyon szereti őket. És végül, de nem utolsó sorban, amelyről beszéltem, ez a Gliss hajápoló spray. Ez az Ultimate Rapier termékcsaládból, erről beszéltem, hogy ez nagyon bevált nekünk. Elfújkáltam, általában nedves hajra szoktam, és ezáltal sokkal fényesebb, illetve nincsen szálló haj, meg könnyebben ki is fésülhető. Szerintem ezt ismeritek, mert sokan, ha viszont még nem próbáltatok, akkor szerintem megéri tenni vele egy próbát. Elfogyott egy Yves Rocher Femel Bio testápolóm, és neki nagyon-nagyon szerettem az illatát. Szépen hidratált, hamar beszívódott, elég jók az Yves Rocher termékei, nagyon szeretem őket. Nem tudom, hogy ez még kapható-e, de szerintem ez egy limitált kollekció volt. Ha viszont igen, akkor újra vásárolom. Ez sampon, akkor nálam Batiszt. Nagyon-nagyon sokat elhasználtam már, általában az esetek 99%-ában a cseresznyés verziót szoktam vásárolni, viszont most megláttam ezt a rózsás verziót is, gondoltam, oké, tegyünk vele egy próbát, és képzeljétek el, hogy ez is szuper, nagyon jó az illata, a hatása, úgyhogy ha száraz sampont kerestek, akkor javaslom a Batiszt termékeit.
Nos, ha van vírus, ha nincs vírus, én általában használok kézfertőtlenítőt. Ezt a verziót szerintem már több éve vettem, viszont nem járt le, tehát 5 év a szavatosság ideje. Nagyon sokáig elég, nyilván azért is, mert többféle verzió is van belőle. Ezt a Brother Life-ot nagyon szeretem itthon használni, mindig ebből a nagyobb kiszerelésből vásárolok, mert mielőtt hozzányúlok az arcomhoz, elvégzem az arcápolás rutinomat, vagy sminkelek, ez ott van az asztalomnál, és akkor mindig ezzel előtt elfertőtlenítem a kezem. Nyilván kézmosás után nem szárítja a kezeimet, nyilván utána kell hidratálni, mert ezért alkoholos, viszont hogyha jó kézfertőtlenítőt kerestek, akkor én a Brother Life termékeit ajánlom. Elhasználtam egy iszonekkora lemosót is. Nagyon sok évvel ezelőtt volt a mandulás verziója, ami szerintem sokunk kedvence volt. Nos, hát én azt azóta sem találom, de próbálkozom. Ez jól tette a dolgát, viszont iszonyatosan erős az illata, és órák elteltével is érzem. Nem fogom újra venni, mert tényleg borzalmasan erős illata van. Hatékony, de az illata miatt szóba sem jön. Ennek a Just, nem tudom kimondani a nevét, ez egy dermokozmetikai márka, elég húzós áron elérhetőek a termékei, a Müllerben voltak kaphatók, de már onnan is kivonultak. Ez egy tisztító hab volt, elhasználgattam, de valamiért nem éreztem azt ezután a termék után, hogy igazán megtisztult volna a bőröm. Bár nem ez a termék a hibás, mert én általában az alsztisztító habokat nem igazán szoktam kedvelni. Én a géles állagot preferálom, úgyhogy valószínűleg ez volt a gond. Elhasználgattam, de ezután én mindig raktam, illetve vittem fel egy icipici géles állagú alsztisztítót, és akkor éreztem azt, hogy igazán tiszta a bőröm. Hogyha olcsó alsztisztítót kerestek, amely géles állagú, akkor ajánlom figyelmet ebbe az Isana. Mindjárt mondom a pontos nevét, ez egy eszem a szappalmentes, igen, szappalmentes arclemosó zseléje. Nekem kombinált bőröm van, nekem ez bevált, normális kombinált bőre való. Géles állagú, picit higavezjú, szépen tisztít, nem csípjön a szemem, valami 1000 forintba kerül, könnyen beszerezhető, nagyon sokat elhasználtam már belőle. Most is van itthon egy 2 darab ebből is elfogyott, hasonlít a Balázs verzió, Bala a Medhez. Ha van kedvetek, próbáljátok ki. 5-2 darab mixa arclemosóm is, ez egy krémes állagú volt. Ezt a terméket sajnos megszünteti, mert sehol nem találom. Én ezt tényleg szerettem nagyon használni a krémes állaga miatt, mert szépen hidratált a bőröm. Mivel már nem kapható, én nem is mondanék róla többet, de annyit megsúgok, nagyon szerettem. Egy újabb mixa, ez viszont még elérhető, ez a Mixa Arc Tonic, alkoholmentes, ez zsíros bőre ajánlják, én nyáron szeretem ezt, amikor nekem is zsírosabb a bőröm. Egy népszerű fényvédő, ugye ez a Revox Just fényvédő arckréme. Ami problémám vele, hogy nagyon hamar elfogyik, 30 milli verzió, nem tart sokáig, viszont valamiért kedvelem, mert teszi a dolgát, hamar beszívódik, nem irritálja a bőröm, akinek nagyon érzékeny a bőre, annak nem biztos, hogy jó választás lesz a parfüm tartalma miatt. Akinek viszont nincs ilyen problémája, annak javaslom, hogy próbálja ki, mert szerintem szeretni fogja, én azóta újra is vettem. És az elmaradhatatlan Garnier sminklemosóm, ebből újabb 2 flakonnal használtam el. Tudjátok, ha vízenú szempiraspirálról van szó, folyékony rúzsról, akkor mindig ezekért nyúlok. Mindig van itthon, mindig egyszerre többet vásárolok belőle. Most is elfogyott belőle 2. De szerintem most ugorjunk át a sminkekre. Remélem bírjátok mi, mert sminkből is egy kis millió gyűlt eszem. Egyébként ezt elárulom, hogy egy kisebb felújításban vagyunk, úgyhogy így a káosz közepén arra gondoltam, hogy ha esik, ha szakad, össze kell hoznom ezt az elfogytak videót, és egyébként a sminkjeimet is átválogattam. Ja, és még valami, ha eddig nem követetek Instagramon, akkor a linkjét leteszem a leírásba, és hogyha van kedvetek, hasonló tartalmakért kövessetek ott is. Na de akkor térjünk rá a lényegre. Amint látjátok, millió termék van, úgyhogy nem fogok válogatni, ami a kezem ügyébe kerül. Elsőként itt van a Rimmel Extra Long Lash Szempillaspirál. A Rimmelnél elég sok jó minőségű szempillaspirált
találhatunk, viszont nekem ez nagy kedvencem lett, és ez szerintem a kefének köszönhető. Ezzel ugyanis beférek a belső szemzúgba, és nem akar fókuszálni innen most, úgyhogy szeretem, szépen hosszabbítja a spirálokat, primert mindenképpen szoktam alá tenni, mert sajnos felkenődik. Mert rejtett szemhíjam van, úgyhogy primerrel azért jobb a hat. Ha már szempill a primer, akkor itt van egy Evelines verzió. Ezt azért szeretem, mert szépen szétválasztotta a szempilláimat, ezáltal egy három réteg szempilla spirál felvittelét követően sem ragasztotta össze a pilláimat. Ez segített abban, hogy ne is kenődjön föl. Tudjátok, akinek rejtett szemhíja van, annak ott a mélyítő vonal fölött szokott lenni egy-két paca. Hát ezt én is próbáltam már többször, és nagyon nem jó érzés. Úgyhogy javaslom, hogyha ilyen problémával küzdetek, egy jó primert beszerezni. Többek között erre is nagyon alkalmasak ezek a kis termékek. És ha már primer, itt van még egy, ez a Maybelline Sky High primere. Ez az Evelines-sel ellentétben viszont már fekete színű. Nagyon sokan benézik, mert azt gondolják, hogy ez is egy spirál. Nem, a fehér színű egy szempilla spirál primer. És akkor meg is mutatom. Tehát a fehér színű az Evelines, a Sky High Maybelline pedig a fekete színű. Na, ez a különbség a két kefe között. Fogyott a Bourjois Half-Mix színezett arckrém, és én nagyon szerettem, a hétköznapok során szívesen nyúltam érte. Akinek szárazabb a bőre, nem szeretne alapozót használni, viszont szeretne egy hidratáltabb, egységesebb bőrt, akkor azok számára nagyon ajánlom ezt a terméket. Szépen hidratálja a bőrt, nem fog beleülni a kis pórusokba, az apró ráncokba, fel sem fog tűnni, hogy rajtad van ez a termék, nem fogod érezni, mert annyira könnyű. Tényleg, tehát a nevéből adódóan ez egy színezett arckrém, amelytől a bőröd üdébb, egységesebb tónusú lesz. Nagyon ajánlom figyelmetekbe, hogyha tényleg egy olyan terméket kerestek, amely szinte csak egy egészséges ragyogást, egy egyenletes bőrtónust ad. A Catrice adventi kalendárumában volt ez a hidratáló primer, illetve fixáló spréje. Én ezt elfolykáltam bőszen, változás nem tapasztaltam. Igazából, amikor is már elkészült a sminkem, akkor folykáltam, és akkor a pirosságából picit elvett. Nem lett tőle tartósabb a sminkem, tehát semmit nem vettem észre, de azért, hogy kellemes volt folykálni, úgyhogy de szerintem ez a termék, sőt, biztos vagyok benne, hogy ez már nem is kapható. Nem ártott, nem is használt, kipróbáltam, ennyi. Rimmel Steamed Puder mindig a 001 transzparens árnyalatban vásárolom. Kis millió verziót használtam már belőle, és valamiért mindig ez a vége, hogy így összetörve dobom ki. Nagyon-nagyon szeretem igazából, ha mattító púdert kerestek, amely hosszantartóan mattítja a bőröd, akkor Rimmel Steamed. Burning Vine-nél Ajak rúzsai nagyon nagy csodának számítottak nálam az első pár használatot követően, meg is akartam vásárolni az összes árnyalatát. Nos, még jó, hogy nem tettem, ugyanis amikor is elkezdtem használni ezt a terméket, egyszerűen a színe elvarázsolt, tehát ez a 20-as kaj árnyalat nekem nagyon bejött. Én azt gondoltam, hogy egy hosszantartó szájfényt vásároltam, de nem, mert ez ugyanis fényesre száradt, és hosszú-hosszú órákon keresztül ott volt az ajkaimon, anélkül, hogy szárította volna ezt. Viszont pár hónap elteltével elkezdtem azt tapasztalni, hogy elkezd vizesedni a termék, elveszítette a pigmenteltságát, rakacsos lett, fogalmam nincsen, hogy megromlott, vagy ezeket úgy gyártották, hogy pár hónap alatt elhasználjuk, de számomra egy nagyon nagy csalódás ez a termék, és nem is értem, hogy mi történt vele. Úgyhogy sajnos ezekből így már nem szeretnék újabb árnyalatokat vásárolni. Megpróbálok pörölni, mert nagyon hosszú lesz a videó. Elfogyott az Avon Pervasté alapozója, hosszantartó alapozóról van szó, magasabb fedéssel, nem szárítja a bőröm, nem maszkos hatású, ebből szerintem még veszek még egyet. Már szerintem ez a második, amit elhasználgattam. Van még a Lux kolláció, na arra vagyok nagyon kíváncsi, ha ti esetleg próbáltátok, akkor írjátok már meg nekem a tapasztalataitokat. Az Apivita Aqua Bilicus fényvédője, ez is egy hidratáló termék, nagyon szeretem a mindennapok során, van egy kisebb fedése is, tehát
nyáron, a kánikulában nagyon szívesen nyúltam érte, mert ugye egyszerre a fényvédő és az alapozó is ki lett pipálva, 30-as védőfaktorú, itthon a mindennapokban én nagyon szerettem, illetve ajánlom azok számára, akik ugyancsak egy kis bőregységesítésre vágynak, és nem szeretnek sok terméket fölvinni a bőrükre. Fogyott az Art Deco Hatch Definition Foundation magyarul alapozója is. Én azt gondolom, hogy ez a márka eléggé túl van árazva. Viszont minőségben meg azt kell mondjam, hogy tényleg ott van, tehát nagyon jó termékei vannak. Ezt az alapozót is nagyon szeretem, mert nagyon szép a fedése, nagyon hosszan tartó. Nekem a 11-es, hol van ennek a neve? Itt van, 11-es Medium Honey Beige árnyalatban volt meg. Ezt csak nyáron tudtam használni, és megbújt még egy arcápolási termék a tasak alján. Ez az Ordinary Hyaluron Szíruma. Nekem az arcápolási rutinom részét képezi a hialuron reggel, este. Erről majd Instagramon bővebben beszélek. Nagyon meg voltam elégedve a termékkel, a márkával, nagyon szeretem őket. Jelenleg is egy Ordinary és arckrémet használok, és szuper. És még egy terméket találtam, ami nem smink, amiről már meséltem nektek, az egyik legnagyobb kedvencem, a Batiste cseresznyés száraz sampona. Na, ő az én abszolút kedvencem, hogyha van kedvetek, próbáljátok ki. Rengeteg sok szempillaspirált elhasználtam. Itt van a Miss Sporty Studio Less Instant Volume szempillaspirálja. Dúsított. Én nagyon-nagyon szeretem a Miss Sporty szempillaspiráljait. A legfőbb kedvencem a sárga. Ez sem volt rossz egyébként, de még mindig a sárga viszi a prímet nálam. Elfogyott a Lancôme Hypnose Dráma szempillaspirál is. Sajnos ez egy nagyon szuper szempillaspirál, ugyanis az ára elég borsos, viszont ez gyönyörűen szétválasztja a pilláimat, hosszabbít, megemeli, és hát iszonyat tartós, ennél nincsen elkenődés, lepergés. Hát, igen. Hogyha jó szempillaspirált kerestek, akkor Lancôme Hypnose Dráma. Ja, és nem mondtam a lényegét, ez egy ilyen hullámos, keféjű spirál, és nekem most ez a legújabb barna verzióban volt meg. Elfogyott az Avon Delight Full szempillaspirálja is, ez egy dúsító spirál volt, igazából működött, szépen dúsította a pilláimat, nem tapasztotta össze, úgyhogy kedveltem ezt a spirált. Ennyire duckó kis keféje van, amelyet kefetípust én nagyon nem szeretem, viszont ezzel úgy szépen föl tudtam applikálni, anélkül, hogy mindenem tiszta festék lett volna. A másik Avon szempillaspirál, ez az Extrovert szempillaspirál volt, ez is egy dúsító spirál. Ezt jobban szerettem, képzeljétek, mert ennek egy olyan tulajdonsága van, hogy egyszerre több rétegben is felviheted. Ők hetet írtak már, mint a márka, én ezért 3 réteknél többet nem vittem fel, de nagyon elégedett voltam az eredményemet, tényleg nagyon szépen dúsította a pilláimat, anélkül, hogy összetapadtak volna, és ezért ez egy nagy szó, illetve a hosszabbításban is remekelt, úgyhogy ezt a spirált, hogyha még esetleg nem próbáltátok, akkor ajánlom figyelmetekbe is mutatom a keféjét. Ennek már egy jóval vékonyabb, számomra is kedveltebb kefetípusa van. Az Essence I Love Extreme Crazy Volume szempillaspirálját én egy utazó kiszerelésben próbáltam ki annó, amely egy adventi kalendáriumban lapult, és én azt a spirált imádtam. Ezzel nekem, ezzel a nagyobb verziójával, vagy eredeti verziójával az volt a gondom, hogy iszonyat mennyiségű festéket vitt föl, és össze-vissza kentem magam, nem tudtam szépen kispirálozni, nem tudom, pedig én ezt tényleg az utazóját nagyon-nagyon kedveltem, tudom, hogy az Essence-nek nagyon jó minőségű spiráljai vannak, de ez valamiért nálam nem működött, úgyhogy szerintem egy 3-4 használat után félre is raktam, viszont már most kicselejteztem, de tényleg, hát nem volt egy drága, de ez nálam most pénzkidobás volt. Elfogyott a Pump Up Curling szempillaspirál a Lavitól, ez is egy nagyon-nagyon népszerű termék, nagyon-nagyon hasonlít a Miss Sportyhoz, bár a Miss Sporty szerintem ennél drámaibb hatást eredményez, én ezt nagyon-nagyon szerettem, újra veszem. Szerintem
ezzel mindent elmondtam, nagyon-nagyon kedvelem ezt a szempillespirált, mert gyönyörű pilákat csinál, gyönyörűen megemeli és szétválasztja őket. Ezzel a féloldalas megoldással áldották meg őt, ez gondoskodik arról, hogy a pilláink gyönyörűen íveltek és göndörek legyenek. Elhasználtam az Evalyn kékszínű szempillespirálját is, amikor egy picit extrémes hatású sminket szerettem volna elkészíteni, akkor ehhez ért nyúltam. Nagyon szép kék árnyalatban elérhető ez a szempillespirál, hosszabbította a pilláimat. Nekem nagyon tetszett, de főleg a színe az, ami elnyelte a tetszésem. Ilyen pedig az abszolút kedvencem, ugyanis én ez ilyen szilikonos, lefelé picit vastagabb kefe típussal tudom a legszebben kispirálozni a pilláimat. Itt van még az utolsó szempillespirál, remélem, a Catrice Arrond szempillespirál, amely egy ultra fekete. Én megmondom őszintén, hogy ezzel a spirállal én igazából semmilyen változást nem tapasztaltam, éppen megszínezte a pilláimat, és körülbelül ennyi. Tehát nem vettem észre, hogy extrémen dúsította, vagy legalább egy kicsit dúsította volna. Ez számomra nem vált be, ezt nem is szeretném újra venni, és hát nem is fogom. A Trendy Tapnak volt szerencsém, mert jó néhány termékét kipróbálni, és én nagyon-nagyon el vagyok ragadtatva a márkától. Szerintem iszonyat jó cuccaik vannak, nagyon-nagyon jó áron. Elhasználtam ezt a porpódát teljesen. Nagyon-nagyon finom szemcséi vannak, szépen fixálja a sminket, szépen mattítja a bőrt, nagyon jó árban van. Készülök egyébként egy Trendy Tap terméktesztes poszttal, amelyhez majd összeszedem a számomat szimpatikus termékeket. Nos, ezért is érdemes követni Instán is, mert valószínűleg egy hosszabb hangvételű posztot ott fogok a márkáról kirakni. És találtam még egy gennékét vezésű sminklemosót is. Ez a termény sajnos már nem elérhető, viszont ez volt a valaha egyik legjobb szemöldök spirál, amit piacra dobtak. Ez, ahogy fölkentem, formáztam vele a szemöldököm, az úgy maradt reggeltől estig. Egy iszonyatosan jó termékről van szó, de sajnos a Catrice kivonta. Most van ez az legújabb fényes hatású, amelyet megvásároltam a szintelen verziójában, viszont nem hozza azt, amit ez a verzió hozott. Annyira sajnálom, mert ez szerintem egy nagyon szuper termék volt, és már nagyon sajnálom, hogy amikor is láttam, hogy ki fogják vonni, nem vettem belőle. Én viszont picit vigasztal az az Essence Make Me Brow szemöldök spirájai, amelyek hasonló minőségűek, mint a Catrice. Az áruk ezeknek még barátibb. Szerintem nagyon sokan ismeritek ezt a márkát. Én szinte az összes árnyalatát kipróbáltam, mire megtaláltam a számomra tökéletesen passzolót. Nagyon jó kis szemöldök spirálról van szó, nagyon szépen fixálja a kis szőrszálakat. Próbáljátok ki. Bár egy hajszányit a Catrice számomra még mindig jobb, de hogyha jó alternatívak jön, meg igazából ezzel a termékkel sincsen sok gondom, sőt, igazából semmi. A Rivel Last Me egy olyan márka, a Rossmann saját márkájáról van szó, amely engem mindig ámulatba ejt. Tehát a kollekciójuk, a termékek csomagolása egyszerűen gyönyörű. Olyan iszonyatosan jó áron elérhetőek a termékek, hogy bevallom, mindig azt gondolom, hogy hát ennyi pénzért, tehát 1000 forint alatti összegekről beszélünk, egyszerűen nem tudnak jó terméket csinálni, és hát mutatom, ez egy hatalmas bronzer, tehát alig fér a tenyerembe, és nézzétek meg, tehát ki használná egy ekkora bronzert? Hát én. Ugyanis ez egy olyan, sajnos limitált volt, de olyan szinten tökéletes árnyalatú bronzer volt, amely egyszerűen annyira jól passzolt szerintem bárki bőrtónusához, picit sem volt narancságás, nem volt foltos, és valami 1000 forint körül volt. Ez ugye arcra és testre való bronzer volt, szuper, tehát menjetek azonnal, fussatok, rohanjatok a Rossmannba, nézzétek meg a Rivál állványt, és garantálom, hogy nem fogtok csalódni, mert biztos, hogy találtok számotokra is szimpatikus terméket. Néhány avon termék, elhasználtam már Magic Smoothing primerit az Avonnak. Ez azt ígéri, hogy feltölti az apró kis mimikai ráncokat.
elég borsos ára van ahhoz képest, hogy Avon-termékről beszélünk, ami 5000 forintba kerül, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy működik. Én azokra a területekre vittem föl, ahol nagyobb pórusaim vannak, illetve a mosolyvonalba, a kis mosoly ráncaimba, ugyanis mindig belegyűlik az alapozó, és irtózatosan idegesít. Ennek a terméknek az a titka, hogy nagyon-nagyon minimális mennyiségben kell fölvinni egy úgymond ütögető mozdulattal, és hát szépen teszi a dolgát, mert szépen feltöltette a bőrt, úgyhogy ezt majd a jövőben mindenféleképpen újra fogom vásárolni. És egy másik Avon termék, ez a korrektor, amelyet egyszerűen imádok, mert nagyon jó formulája van. Szinte ez az egyetlen korrektor, amely nem ül bele az apró kis ráncaimba a szem alatti területen, ugyanis nekem minden termékbe gyűlik, akármilyen vékony mennyiségben viszem föl, ez viszont nem. Viszont cserébe a sötét karikáim viszont nem fedi el, mert egy nagyon kis enyhe fedése van. Hogyha még egy icipicit magasabb fedésű lenne, akkor ez lenne minden idők legkedveltebb korrektora számomra. Ennek ellenére még szerintem fogok belőle rendelni, mert a hidratáló hatása viszont nagyon tetszik. Egy másik korrektor, ez a Shiseido Vasso korrektora, amelynek nagyon jó kis fedése van. Nagyon szerettem, nagyon jó formulájú termékről van szó. Ez egy rózsás tónus volt, ezt is a szem alatti területre vittem föl, és gyönyörűen elfedte a sötét karikáimat. Revolution Primer, ez is egy adventi kalendáriumban lapult. Én ezt bőszen kenegettem, használgattam, de igazából az égvilágon semmit nem csinált. Nem tudok róla más mondani. Egy újabb trendy tap púder, ez egy kőpúder volt, és ezt is iszonyatosan szerettem. Nagyon szépen mattította a bőrt, nagyon szépen fixálta a sminket. Na ezért is mondtam, hogy a trendy tapból szeretnék picit a jövőben bevásárolni. És a végére maradt pár alapozó, ez egy Oriflame-es Dovan Illuskin Aquabus alapozó, amit én a téli időszakban nagyon szívesen használtam, mert hidratáló formulájú alapozóról van szó. Szépen nézett ki a bőrömön, egy hidratált finist adott neki, nem ül bele az apró kis ráncokba, amikor mondom picit szárazabb, nagyon enyhén szárazabb a bőröm, akkor szívesen nyúltam ezért a alapozóért. Elég régen rendeltem már az Oriflame-ből, majd lehet megnézek egy újabb katalógus, mert ezért van nagyon sok jó termék a márkának. Az egyik kedvenc drogériás alapozóm a Bourjois Always Fabulous alapozója, magas fedésű alapozó, gyönyörűen terül a bőrön, ahhoz képest, hogy egy magas fedésről beszélünk, nagyon természetes. Én ezt a 420-as Light Sand Sable Clair árnyalatban vásároltam anno, nagyon-nagyon szeretem, aki magas fedésű alapozót keres, anélkül, hogy maszk hatást érne el, akkor Always Fabulous Bourjois. Végül, de nem utolsó sorban, az Infallible alapozó a L'Oréal-tól, amit szerintem megint csak nem sokatoknak kell bemutassak, 200-as árnyalatban vásároltam, a Bourjois picit sötétebb, így ezt nyáron tudtam használni, ez viszont szerintem egy tökéletesen hozzám passzoló árnyalat, hogyha szereted, kedveled, próbáltad, hallottál már az Estée Lauder Double Wear alapozójáról, akkor az egyik legjobb alternatívája, viszont én ezt egy fokkal jobban szeretem, mivel ez egyáltalán nem maszkos, magas fedésű alapozóról van szó, viszont nem fogja olyan szinten, mint a Double Wear kiemelni a szárazabb részeket, nem lesz annyira nagyon maszkos a hatása, nagyon-nagyon-nagyon jó alapozóról van szó, az egyik legnagyobb kedvencem. Ez lett volna az Elfogytak videó, nagyon-nagyon szépen köszönöm, ha végig maradtatok, és a türelmeteket is köszönöm szépen, remélem tudtam valami hasznosat adni számotokra. Azt megsugom, hogy az Instagramon hamarosan kikerül egy újabb nyereményjáték, hogyha van kedvetek, játszatok, illetve nagyon örülnék neki, hogyha dobnátok egy lájkot a videómra, és hogyha Instagramon is követnétek. Legyen szép napotok, sziasztok!